Miklós Márta, matematika-fizika szakos tanár beszélt a próba programjáról. Tegnap indultunk a természettudományos csapatversenyen, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Szerintem a gyerekek is nagyon jól érezték magukat, mi pedagógusok is nagyon jól éreztük magunkat. Ma folytatódik a humán tudáspróbával, ami szintén rendhagyó lesz, azt gondolom. Lesz egyéni verseny, lesz utána egy kis játékos vetélkedő, holnap folytatódik a matematikával ez a rendezvénysorozat. Matematika, utána pedig a matematika írásbeli rész után lesz egy kis sportverseny. A nyelvi megmérettetésekkel zárul majd a hét. Több korosztályt is várnak az iskolába. A humán tudáspróbát, a matematikát, a nyelvi versenyt, azt 5.-től 8. évfolyamig hirdettük meg. A sorversenyre 7.-8. osztályos diákok jelentkezését vártuk, ugyanúgy a természettudományos versenyre is 7.-8. osztályos diákok jöttek csapatversenybe, ahol 5.-6. osztályt is meghirdettünk, ott a legnagyobb a jelentkezőknek a száma. A humán verseny fordulójáról adott tájékoztatást a Tolnai Gimnázium pedagógusa Nőtingné Koncéva. A gyerekeknek rendszerezni, áttekinteni kellett előzetesen a már meglévő tudásanyagokat. Ez a humán tudáspróba lesz az iskolánkban, magyarból és történelemből lesz egy kis feladatlap a diákoknak, 20-20 percben kell megoldaniuk. Műveltségi kérdések, tehát olyan is, ami a tanult tudásukat méri, meg kreatív kérdések, meg egy kis helyesírás is lesz a feladatlapban, úgyhogy ezzel kell megbirkózniuk, és akkor utána még egy kis interaktív játék is várja őket, és aztán eredményhirdetése mindenhol lesz arany, ezüst és bronzérmes nyertesünk. A szervezők figyelembe veszik az általános iskolások mostani tudás szintjét is. Hát a szaktanáraink az általános iskolai tankönyveket megismerve, az NKP, ugye a digitális tankönyv segítségével is föltérképeztük a tananyagot, és ugye ezeket őnekik előre elküldtük már egy hónappal ezelőtt, megvolt, hogy mi a tematikája a versenynek. Az egy egész héten át tartó versenyt nagy változatosság jellemzi, a tantárgyak, a feladatok és a megoldási lehetőségeket tekintve is, amihez találékonyság és kreativitás is szükséges.